A vasárnapi népszavazásnak az is a tétje, hogy elindulhat-e az unió politikájának átalakulása és az alaptörvény megváltoztatása. Erről beszéltek a Civil Összefogás Fórumának vezetői. A Csizmadia László által vezetett CÖF a saját tagjai körében végzett kutatást arról, mit gondolnak a voksolás tétjéről, illetve az unió helyzetéről. Kötelező kvóták bevezetését elutasítjuk. Nemet mond a kvótára és a nemmel való szavazásra buzdít a korábban békemeneteket szervező CÖF. A Civil Összefogás Fóruma saját tagjait kérdezte meg arról, mit gondolnak a bevándorlásról és az unió helyzetéről. Azt állítják, a CÖF segítői, vagy, ahogy ők nevezik, szellemi honvédői nemet mondanak a nemzetállamok eltörlésére és a túlzott uniós befolyásra. Amennyiben a brüsszeli hozzáállás nem változik, ez egész egyszerűen nem csak arról van, hogy nem hallják meg a nép szavát Európából, hanem a nép akaratát megtörik, és a nép nem fogja elfogadni, hogy önkéntes pusztulásra ítéljék. Újságírói kérdésre válaszolva Csizmadia László hozzátette, idén nem futott a plakát kampányra, de nem is terveztek ilyesmit, a CÖF inkább személyes jelenléttel kampányolt. Fritz Tamás szerint az október 2-ai népszavazás arról szól, hogy Magyarország ragaszkodik-e az önálló migráns politikához. A politológus hozzátette, a voksolás messze túlmutat az elsődleges célon, világnézeti kérdéseket érint. A magyar népszavazás pedig önmagában nem más, mint ennek a nemzeti szuverenitás védő törekvéseknek a szimbolikus kifejezője. És még több annál, a globális erők által irányított szép új világ koncepciójának tagadása, egyben a nemzetállami lét védelme. Csizmadia László az ATV kérdésére elmondta, pontos kimutatást nem vezettek arról, hogy hány főt kérdeztek meg a véleményéről, de az elmúlt hónapokban több száz helyen jártak országszerte.